Szinte máshol, sziasztok, köszöntelek benneteket, legalábbis holnap hasonló időre számíthatunk, mint például ma, azaz a napsütés mellett lesznek gomoly felhők is, tehát mondhatni, közel sem lesz gomolytalan az égbolt, mint ahogy nem komolytalan a legalsó kérdés sem, ugyanis kettől jelentősen megváltozik időjárásunk jellege. A következő animáción lehet látni, hogy hogyan hagyta el hazánkat délkelet felé ma reggel délelőtt a tegnap érkezett hidegfront. Mögötte gyors ütemben csökkent a felhőzet, ugyanakkor megindult a gomoly felhőképződés is, és a késői délelőtti déli órákban az ország északnyugati északi tájain már megjelentek az első záporok, amelyek közül egy-kettő úgymond be is dörrent, majd délután további záporok, zivatarok alakultak ki. Ezek azonban az előttünk álló éjszaka nagy részt lecsengenek, ugyanakkor továbbra is változóan felhős marad az ég, és a légmozgás sem áll le várhatóan teljesen, elsősorban az ország középső északnyugat-délkeleti irányú sávjában előfordul még hajnalban is élénk lökések. A minimum hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, ugyanakkor a délnyugati határvidéken, illetve északkeleten, ahol kevesebb felhő ígérkezik, illetve szélárnyékosabb helynek ígérkeznek ezek, akár fagypont alá is csökkenhet a hőmérséklet, és az említett két vidéken, említett két térségben van esély párásságra, illetve kötfoltokra is. Holnap napközben a maihoz hasonló időre számíthatunk, tehát a napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyek gyorsan haladnak északnyugatról délkeleti irányba, és ezekből a gomoly felhőkből elszórtan lehet számítani záporokra, rövid, gyorsan mozgó záporokra, amelyeket zivatar is kísérhet, mind a záporokra, mind a zivatarokra észak-kelet felé haladva lesz egyre nagyobb az esély, a záporokat, zivatarokat pedig átmeneti viharos széllökések, illetve jégdara is kísérheti. A hőmérséklet csúcsértéke általában 10 és 15 fok között alakul, amely megfelel a sok évi átlagnak, még úgy is, hogy azért jóval hűvösebb időre számíthatunk holnap is, mint például szombaton, illetve pénteken volt. Egyébként záporoktól, zivataroktól függetlenül is nagy területen megerősödik várhatóan az északnyugati irányú szél, ezt láthatjátok ezen a valószínűségi előrejelzésen. Ezt követően jelentős változás várható időjárásunkban, nem csak nálunk, hanem a kontinens nagyobb részén, ugyanis délire forduló áramlással a hét folyamán több hullámban érkezik a szubtrópusi eredetű légtömeg, amely nem csak a Kárpát-medencét árasztja el, hanem főleg a második hullám várhatóan Európa nagyobb részét is. Ugyanakkor a meleg levegő beáramlása előtt még lesz egy hideg éjszakánk, kett hajnalra több helyen leállhat a szél, illetve derülhet ki az ég, és ekkor számottevői esély nyílik arra, hogy akár az ország több pontján is 0 fok alá csökkenjen a hőmérséklet. Ugyanakkor a meleg beáramlás hatására már ekkor erősödik a nappali felmelegedés mértéke, és várhatóan szerdán és csütörtökön valamelyest tovább melegszik az idő, bár visszafogottabb lehet ekkor még a melegedés, ugyanis nedvesebb léghullámok érkezhetnek, és valamelyest növekszik a csapadék kialakulási esélye. Minden esetre az éjszakai hőmérsékletek már jóval magasabbnak ígérkeznek, tehát várhatóan mindenütt megszűnik a fagyveszély, és hogyha még távolabbra tekintünk, azt láthatjuk, hogy tovább melegedhet az idő, ezt láthatjátok a Pécsi Fáklya diagramon. A hét utolsó harmadában a húsvéti ünnepek idején nagy területen alakulhat 20 fok fölött a csúcsérték, sőt, ebben az időszakban számottevő esély nyílik arra, hogy az ország egyes részein nyárias tartományban alakuljanak a csúcsértékek, tehát elérik vagy meghaladják a 25 fokot. Az éjszakák is enyhék lesznek, és ebben az időszakban már száraz időre számíthatunk. Egyébként érdekes azt megfigyelni, hogy a hét közepére vonatkozó hőmérsékleti előrejelzésben nagyobb a bizonytalanság, mint a későbbi időszakban, és mondhatni az is biztos, hogy idén húsvétkor az időjárás nem kedvez arra, hogy hónyulakat építsünk. Ezekkel a hírekkel búcsúzom, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ellenkező esetben ne tegyétek meg, minden esetre érdemes követni minket továbbra is az itt feltüntetett elérhetőségeinken. További szép virágvasárnapot kívánok nektek, sziasztok!